Sziasztok! A mai órán az oroszországi forradalmakkal fogunk foglalkozni. Igen, jól látjátok, többes számba van rakva, mert nem egy forradalomról lesz szó, hanem kapásból háromról. Illetve hát gondolom én, hogy a bolsevik barátaink, azok még többnek is szeretnék ezt mondani, hogy a dicsőségüket éltessék. Hát nézzük is meg ezeket a forradalmakat, illetve nézzük meg magát Oroszországot, mert Oroszország olyan tudottan sokat nem tanultunk, még annak idején Nagy Pétert cárnál tettünk róla említést, illetve hát, hogy a 19. század második felében a nagyhatalmi harcoknál került elő. Ugye most egy picit kilépünk az első világháború történetéből, de pontosan amiatt fogjuk ezt megtenni, mert az oroszországi forradalmak nélkül a háború végét nem feltétlenül lehet minden szempontból megérteni. Nézzük az előzményeit ennek az egész történetnek. Ugye valahol ott vagyunk, hogy Oroszország egy hát hihetetlen módon elmaradott ország volt Európához képest. Nyugat-Európához képest 200 évvel van elmaradva, Közép-Kelet-Európához képest meg vagy 100 évvel. Teljesen más rendszerek élnek itt. Nem véletlen az, hogy a konzervatív orosz uralkodók ezt fenn akarták mindig is tartani. Még feudalizmus van az oroszoknál, de egy elég furcsa feudalizmus, ugyanis például jobbágyok nem nagyon vannak, illetve vannak, csak muzsiknak hívják őket, akik szabad jobbágyok, de nincsen tulajdonuk. Tehát ez egy ilyen furcsa, hogy igazából ők parasztok, de tulajdon nélküli parasztok, tehát valahogy meg kell oldani az ő élelmezésüket. Ráadásul még azt is kifigyelik, hogyha a cár mondjuk közéig küld egy kémet, mert hogyha a keze annak a kémnek nem kérges, akkor nagy valószínűséggel nem jobbágy, hanem muzsik. Van egy másik érdekes rétege Oroszországnak, a városokban lesznek bőségesen. Ilyet találunk nyilvánvalóan nyugaton is, de itt Oroszországon még inkább jellemző lesz, hogy a városokba tömörödnek az egykori muzsikok, és beállnak dolgozni bérmunkásnak, így aztán rendkívül szegény bérmunkás réteg alakul ki, akiket proletároknak hívunk, úgyhogy ha proletár szót említjük, akkor a munkásságot jelenti minden esetben. Gyakorlatilag Oroszország a több millió elnyomott országa. Tehát nagyon-nagyon sok elnyomott ember van, és mellette még rengeteg nemzetisége is van, akiket hát szintén az orosz cár nem feltétlenül emel az elsők közé, hogyha arról van szó. Maga a politika is rendkívül fejletlen, egy ilyen feudális, autokratikus politika van, tehát itt semmiféle alkotmányos monarchiáról nem beszélhetünk, hanem egy egyeduralom van, amit általában a cár, jelen esetünkben második Miklós cár fog tevékenykedni, a Romanov dinasztia tagja. Maga az ország gazdaságilag óriási potenciállal rendelkezik, tehát hatalmas háttérerő van benne, viszont maga az ipar, amelyre szintén iszonyat mennyiségű pénzt költenek el, és nagyon-nagyon virágzó ipart is ki lehetne építeni, de az ipar is fejletlen. Ugye, ha valaki látta az Armageddon című filmet, abban tökéletesen látszik, hogy az oroszok egy csavarhúzón megszerelnek egy mérőállomást, csak kétszer rá kell ütni jó erősen. Na, ilyen a jellemzően az orosz ipar, hogy egy kicsit elmaradott, de amit megcsinálnak, az meg is van csinálva, tehát abban nincsen semmi gond. Csak nem túlzottan fejlett iparról beszélünk. Hát íme Oroszország területe az első világháborút megelőzően, hát ezért egy viszonylag nagy országról van szó, és európai kiterjedése sem kicsi, hiszen fél Európát magába foglalja. Íme Pétermáron egy szegény család, ugye családapa, családanya, gyermekek. Ők valószínűleg nem hozzájuk tartoznak, mert jobban öltözöttek. Egy ilyen paraszt család ment Pétervárra. Pétervár a mai Szent Pétervár egyébként. Hát nézzük meg először a 1905-ös forradalmat. Gondolom, hogy erről nem sokat hallottatok, mert még a tankönyvünk sem nagyon tartalmazza, de 1905-ben mégiscsak van egy forradalom Oroszországban, és ez egy fontos előzménye azoknak, amiket most fogunk venni. 1904-ben orosz-japán háború robban ki a Távol-Keleten. Ugye beszéltünk arról, hogy Japán egy terjeszkedő politikába kezd, hát szembe találja magát az oroszokkal, természetesen háborút nyitnak, de mi az orosz hadsereg be tudna avatkozni, addig a véget ér a háború, és az oroszok vereséget szenvednek. Viszont ez rengeteg olyan embernek az életével járt, akik hát nem is laknak azon a környéken, csak oda voltak rendelve, ezért aztán a oroszok fellázadnak, és elkezdenek tüntetéseket kezdeményezni, amelyeket az orosz cár nemes egyszerűséggel sortűzzel szétlövet.
Tehát nem kell tüntetni, mert viszik őket a hullaházba. Na most ekkor aztán előlépnek az árnyékból az úgynevezett szociáldemokraták, és mellettük a bolsevikok Lenin vezetésével, akik kirobbantják az 1905-ös forradalmat Moszkvában és Szentpéterváron. Lenin egyébként nem egy proletár családból származó vezető, többször száműzték Szibériába, az a kedvenc helye az oroszoknak, ahova száműzni lehet, kellemesen hideg van, a mínusz 30-40 Celsius fokkal, nem kell kerítés a táboroknak a szélére, meg a börtönök szélére, mert úgy csicsakik meg senki, mert a messzi, akkor 800-900 kilométeres távolságban nem talál lakott települést, tehát nincs hova szökni, mellette meg azért arrafelé is vannak éhes medvék és farkasok. Na most az orosz-japán háború és az 1905-ös forradalomból aztán egy két évig tartó bolsevik ellenes polgárháború robban ki, amelyet aztán az orosz cár két év alatt ugyan lever, de érdekes módon a főbűnösöket nem végezteti ki. Így aztán bekerül a szibériai fogságba Lenin is, akkor aztán ott tovább folytatja a politikai tevékenységét, és maga köré gyűjti a cár ellenes munkás, nincstelen rétegeket, akik mellette egyébként jellemzően azért nem halnak, talán éhen. Íme a nagy medve, ahogyan háborúzik a kis Japánnal, a Korea területér, nem a oroszok nyer. Ugye ez is az orosz-japán háborúból egy jelenet. Ez már nem a háborúból van, ez az 1905-ös forradalmat idézi föl, de ez egy felvétel, ez nem egy eredeti archív felvétel, hanem egy filmnek egy nagyon híres jelenete. Ez a film pedig a Patyomkin páncélos című orosz remek mű, amely hát mindenféle ilyen filmes gondolatvilágnál, meg tanulmányoknál az egyik kiemelt film, itt aztán meg kell nézni, és ez a mindennek az őse. Bevallom, hogy én soha nem bírtam volna ezt végignézni. És ennek van nagyon híres jelenete, ez a lépcső jelenet, amikor a kadétok, meg a tengerészek, meg nem tudom, kicsodák ölik egymást, és egyszer csak egy babakocsi legurul a lépcsőn, ezen a bizonyos lépcsőn, és akkor ott elgurul mindenki között, és mindenki megáll hirtelen, hogy azt se tudjuk, miért harcol. Íme a Patyomkin páncélos cím filmnek a eredeti 1905-ös plakátja, hogy menjünk be a moziba is nézzük, meg hát ugye nyilván ez néma filmről van szó, amelyet hát valószínűleg zongorával játszottak alá. Hát nézzük meg, hogy lesz ebből újabb forradalom. Hát nyilván 1905 után ezt vérbefolytják, lenyugszik a világ, és nincsen semmi gond, csak kitör egy első világháború mellékesen, ahol nagyon jól tudjuk azt, hogy az oroszok azok elég érdekes eszközökkel harcolnak, mint például a tűzhenger, amit ugye az előző tananyagnál már említettem, amikor is gyakorlatilag majdnem 50-60-70%-os veszteséget számolunk be egy-egy támadásnál. De hát oroszból van elég, mondja a cár, neki nem számít, nem ötödik meg. Viszont az embereknek igen. A háború kimeríti az oroszok tartalékait, ezért az oroszok nem igazán akarnak már háborúzni, sürgetik a háború végét. Viszont az oroszoknak van egy szerződésük az antanttal, amelyben az szerepel, hogy senki nem köt külön békét a háború alatt. Tehát, hogyha békét akarnak kötni, akkor békét kötni a franciáknak, az angoloknak és a németekkel, meg a monarchiával. Ha ez nem történik meg, és külön kötnek békét, akkor gyakorlatilag a saját szavukat mondták fel, és hát ezért nyilván későbbiekben számolniuk kell némi nemű büntetése. Viszont még itt szó nincsen arról, hogy esetlegesen a cár letegye a fegyvert. Ő neki ez ágában nincsen, addig harcolni, meg nem nyerik ezt a háborút. Viszont óriások a véráldozatok, és ezt a orosz nép nem nagyon nézi jó szemmel, és ennek lesz a végeredménye az, hogy 1917. februárjában Szentpéterváron, akkor még Pétervárnak hívták, márciusban egyfajta sztrájk, forradalom, tüntetés tör ki a háború ellen, amit nemes egyszerűséggel szokásos módon egy katonai sortűzzel megpróbálják szétborítani. De nem ez lesz belőle, hanem a katonaság átáll a lázadók, sztrájkolók oldalára, és így most már egy egész hadhatós erővel lehet a cár ellen menni. Aminek aztán az lesz a végeredménye, hogy meg is nyerik ezt a februári forradalmat a köznép, és létrehozzák az úgynevezett szovjeteket, amelynek a jelentése tanácsok
szót jelent, tehát létrehozzák ezeket a tanácsokat, amelyeknek az a dolguk, hogy hát valahogy megoldják a békehelyzetet. Egyébként egy demokratikus jellegű rendszere lesz ekkor hirtelen Oroszországnak, bár ideiglenes, de létrehoznak egy forradalmi kormányt, akinek aztán számtalan feladata lesz, amit megígér az orosz népnek, hogy minél hamarabb el fogja követni, be fogja tartani az ígéreteit. Egyik ígéret például a demokrácia. Na, ezt az egyet be lehet azért viszonylag gyorsan tartani, azt mondja, hogy demokrácia aztán jó van, és nem érdekli senkit se, a király se, meg a cár, meg a bolsevik, meg a senki. Ugye íme egy-két korabeli felvétel, amikor átállnak a katonák, a oroszok. Hát itt pedig ugye orosz katonák a forradalom mellett állnak már Pétervárott. Na most, ha van egy ilyen forradalom, akkor mi szükségünk van egy másikra? Hát nagyon egyszerű. Az 1917. februári ügynél dekabrista kormány, az beígérte azt, hogy befejezi a háborút, megkezdi a földosztást az embereknek, azaz a régi nagy birtokosok földjeit beszedik, és ezeket kiosztják a parasztok között, illetve alkotmányt ad Oroszországnak. Na most az alapvető probléma az, hogy a háborút az antant nélkül nem lehet befejezni. Nem lehet lerakni külön a fegyvert, mert abban szerződés szegünk. Ezért aztán ez a kormány ezt megpróbál kitartani, és megpróbál hát egy új hadi taktikai megoldása, minél hamarabb győzelmet kicsikarni a világháborúban. Mondom csak, hogy ez nem fog nekik összejönni, hiszen bármennyire is jó taktikusak, a katonáik nem feltétlenül azok. Ennek köszönhetően nem tudják a németeket meg az osztályokat csak olyan simán lenyomni, azaz a háborúnak nem igazán lesz vége. Békét még nem hajlandóak kötni, mert abban megszegnék a szavukat, szóval nem egyszerű a helyzet. Földosztás az felejtős, egy pár embernek osztanak, de egyébként nem lesz sikeres, alkotmányt pedig nincs idő eléggé kidolgozni. Ráadásul hazatér Szibériából Lenin, akit hát nem mellesleg a németek hoznak haza Szibériából, sőt, a németek pénzelik Lenint azért, hogy dúlja szét Oroszországon belül a politikai helyzetet, és hát egy káoszt hozzon létre, aminek hatásában a németek győzedelmeskedni fognak. Ennek köszönhetően Lenin bele is kezd, és támadja politikailag az ideiglenes kormányt, folyamatos jelleggel, propagandában, tehát sajtóban megjelenő híreket merelsz arról, hogy ez meg az meg amaz, ez meg azt meg amaz csinálta. Még nem aztán 1917. november 7-én kitör egy újabb forradalom, amely hát a történelemben úgy vonult be, hogy nagy októberi forradalom. Na most hozzá kell tennem, hogy ez az októberi forradalom, ez minden volt, csak nem nagy. Pár katona gyakorlatilag elég jól megszervezve elfoglalja a téli palotát, elfoglal ezt, elfoglal azt, tehát a stratégiai fontos helyeket, és átveszik a hatalmat. Amikor én még annyi idős voltam, mint ti, akkor még ennek ezt a november 7-et ünnepeltük, és ilyen ugyanúgy díszünnepé volt, mint egy március 15-én, vagy egy október 23-án manapság. Le kellett mennünk az ebédlőbe, és akkor ott vagy az ebédlőt, vagy az udvaron, attól függ, hogy milyen idő volt, ott tartottak valami műsort, a nofét, és soha nem vettük észre, hogy a nofét mikor lett október 23, de nem érdekes, mert átalakult. Na most, hogy mit ünnepeltünk ekkor? Hát azt, hogy Lenin és pár, tényleg pár embere fegyvert fogott, és egy katonai puccsal átvette a hatalmat. Tehát nem volt benne ilyen óriási dicsőség, csak nagyon szereti az orosz, illetve bocsánat, szovjet történeti írás ezt erősen kiszínezni. A legfontosabb intézkedés, hogy a cárokat is előveszik, és immáron a harmadik királyi család végzi Európában valamiféle kivégző osztag előtt, mert hogy írmag nélkül kivégzik a cári családot. Egyesek szerint Anasztázia hercegnek sikerült megszökni, mint a legkisebb lánynak, meg valami hasonló, és kalandos úton Amerikába jutott, hát aki akarja elhiszi, aki akarja meg nem hiszi el, hogy ez megtörtént. Ismerve a bolsevikokat, hát nem mondom, hogy mit csináltak ezzel a lánya, mielőtt megölték, de utána valószínűleg jó szétverték a fejét valami. Tehát ők azért nem nagyon szokták megkímélni a politikai ellenfeleket. Hát ő itt Lenin apánk, ugye Lenin, aki vezetője lesz ennek az egészetnek, óriási nagy szónok hírében állt egyébként. Kifejezetten jól tudott
hát embereket maga köré szorítani, egy szélütés végez vele, illetve kettő igazából egymás után, amiben aztán bele fog halni, ugye ez szélütés, az agyvérzést jelent ebben az esetben. Hát ez pedig az Aurora nevű csatacirkáló, ugye ezt akartam mondani, hogy mi ünnepeltük ezt az ünnepét, és akkor mindig elmondták, hogy mert az Aurora belelőtt a téli palotába, és volt a jel, és akkor a tömegek megmozdultak, és elsöpörték a kapitalista világot Szovjet-Oroszországban. Na most, hát egy nem volt kapitalista a világ ekkoriban még, legalábbis Oroszország környékén nem jellemzően. A másik, hogy bármennyi is szép ez az Aurora, és bármennyi is lőhetett, bármennyi még történet is nézi, azt mindenki azt mondja, hogy nem lőhetett el oda, ahol eltalálták azt a bizonyos kúriát, amit lőttek, mert hogy máshogy álltak a házak. Hát, hogy mi igaz abból, hogy az Aurora lövöldöz, az egy másik kérdés. Nagy októberi forradalom a képes történelem könyvben, nekem is megvolt még annak idején. Hát ez kötelező darab volt egyébként a iskolában. Ez pedig, ahogy a vörösök óriási tömegei elfoglalták a városházát, hát mindjárt meglátjuk, hogy mennyire foglalták. A téli palota ostoma. Ugye óriási forradalomról beszélünk, és itt meg van jó esetben mondjuk 50 ember, aki ott ráadásul hátat fordítva rohan a célpont elől. Ez pedig már a cári palota, ahogyan a beérkező vörös hadsereg feldújja azt. Ők pedig hát a cári család. Hát sajnálatos módon a fejszerkezetük és a testük egymástól finoman szóval kicsit el fog válni. Nézzük, hogy mire lehet számítani a bolsevik diktatúrában. Hát nem egy egyszerű történetről van szó. A bolsevikok megkérdetik a békét, és nem törődnek azzal, hogy mennyi embert veszítenek, hanem meg is kötik a békét, ezt hívják Brest-Litovszki békének. Az egy más kérdés, hogy ezt még majd később egy kicsit hát, meg fogják szívni az oroszok. Következő lépés, a muzsikokat földhöz kell juttatni, ezért a cári földeket, illetve a földesúri egyházi földeket államosítják, és művelése odaadják őket a parasztoknak, amelyek akár több évtizedig is a kezükben maradhatnak, közben leesik a hó, kisüt a nap és mindenféle egyéb, de ők fognak hajta dolgozni. Bevezetik a nyárokban a 8 órás munkaidőt. Ugye eddig korlátlan volt a munkaidőelosztás, mostantól 8 órát lehet csak dolgozni kint a munkában. És felülvizsgálják az elemi iskolában, miért kell fizetni az oktatásért, majd pedig bevezetik az elemi oktatást Magyarországon, most már kivétel nélkül. Ezek voltak nagyjából az előnyei ennek a diktatúrának, nézzük meg a hátrányait is. Nem biztos, hogy hátrány, ez ilyen semleges történet, hogy kialakul Szovjet-Oroszország. Ha most a szovjet szó jelentésétől eltekintünk, ott tényleg egy ilyen semleges történetről van szó. Betiltják a pártokat csak, és kizárólag a kommunista pártok és a kommunisták, a szimpatizáns pártok maradhattak meg. Szűkítik a politikai jókat mindenkinek, tehát bizonyos adók csökkentését írják elő például. Korlátozzák, mi maradhat meg a sajtóban, hát nyilván ez megint csak egy olyan történés, hogy hát a sajtót azért nem olyan bonyolult korlátozni, még egy ekkora országban sem. Létrehozzák a titkos rendőrséget, akinek a feladata az, hogy a rendszer ellenségeket felkutassa, majd pedig hát börtönbe zárja őket. A politikai ellenfelek semmi jóra nem számíthattak, ha elkapták őket és bebizonyosodott, akkor töpörtyű, illetve hát mindenféle egyéb jár nekik. Ezt most nem tudom, miért mondtam ezt a töpörtyűt, csak valamon beugrott. Van egy-két feladat ez a bolsevik diktatúrához, amit érdemes esetlegesen megtekinteni. Na most, miután a bolsevik diktatúra megkezdődött, ezek után azért hát mindenféle háborúk kirobbanak, mert nem mindenki ért vele egyet. Először is a bolsevikeknek fölbukkanik az ellenfelei, ezek pedig a cárhoz hű erők. Az más, hogy a cárt azt kivégezték, de ettől függetlenül ezek a cárhoz hű erők jelen vannak, akiket az orosz történelem csak mensevikeknek hív, vagy más néven fehéreknek. Így kirobban a polgárháború, ami a vörösök-fehérek harcát jelenti. Amikor véget ér a világháború, az első világháború 1918-ban, akkor az angolok és a franciák úgy döntenek, hogy megbüntetik
Oroszországot a különbékéért, és ennek köszönhetően az Antant háborút indít, amit intervenciós háborúnak hívunk, mindeközben pénzzel támogatja a fehéreket természetesen, sőt, ebből a háborúból beszállnak a lengyelek is a lengyel szabadságharcért cserébe. Majd tanulni fogunk Sztálinról. Sztálin azért utálja a lengyeleket, ugye a legjobban utált nép általa, mert annak idején neki kellett 1921-ben hadjátot vezetni a lengyelek ellen, és a lengyelek elég erős borsot törtek az orra alá. Végül aztán az összes ellenséget leverik a bolsevikok. Nem voltak elég erősek ők katonailag, csak pont úgy jött ki, hogy sikerült mindenkit leverniük. És ennek lesz a végeredménye, hogy Lenin vezetésével 1922-ben létrejön a Szovjetunió, tehát nem Szovjet-Oroszország, nem Oroszország meg hasonló, csak és kizárólag Szovjetunióról beszélünk. Ugye íme az orosz polgárháború, ugye a vörösök, vagy más nem bolsevikok, ugye Lenin vezetésével Trockij, Sztálin, a vörös hadsereg, a fehérek, ugye cári tisztek, antanterők, Kolcsak tábornok, Gyenyikin meg Ügyencsics tábornokok vezetésével jönnek a fehérek. Hát látszik, hogy tábornokból is. És hát íme a különböző hadmozdulatok az intervenciós háborúban, illetve a polgárháborúban, ugye itt van, ahogy északról az amerikaiak és az angolok behatolnak, hogy rendet teremtsen. Hát ez is egy hasonló jellegű térkép, mint az előző. És íme, a háborút megnyerik a vörösök, akik viszont nem bírják a kapitalizmust, a kapitalisták ugye az ellenségei a proletariátusnak, úgyhogy a proletárok itt a kép alapján szépen lenyomják a kapitalista rabigában szenvedő szemet. Ez pedig a Szovjetunió zászlaja egyébként. Ha ilyesmit kérdeznek, akkor így néz ki a Szovjetunió. Ma már ne keressük, mert nincsen.